Sziasztok! A Shocking Paper április sorozatomban most a Hammerhead papírrepülőnek két változatát fogom bemutatni. Nézzük az első változatot. Klasszikus papírrepülő készítés következik. Úgy indítjuk el. Ez a legnépszerűbb klasszikus papírrepülőt. Addig jutunk el klasszikus módon. Leélezzük még egyszer. Kinyitjuk és az egészet így áthajtjuk. Most csúcstól csúcsig behajtjuk. Látszik a könnyű hajtás, de ha kicsit rosszul kezdünk hozzá, akkor mondok is ott dolgozni. Hát most nem elégszünk meg ennyivel, még ráhajtunk egyet. Azt be is hajtjuk alá. Hát ezt a lépést el is hagyhatjuk ezt ennél a repülőnél. Anélkül is meghajtogatható. Hogy ettől jobb lesz-e, ugye ki kell próbálni. Csak az egyiket akarom behajtani. Itt viszont ez behajtani ütközési, ahogy így lehet. Pedig idáig hajtom le. És még odáig is behajtom.
ezt azért hajtom be így, idáig, segítek egy ilyen tollacskával is. Ugyanolyan az orra, mint a Skycleaner. Tulajdonképpen lehet látni, hol kell lehajtani, hiszen megvan ez a orrhajtás, ahhoz kell igazítani. Lehet kimérni is, lehet szemmértékkel is, én szemmértékkel hajtom be. Hoppá, kicsúszott. Pillanat, itt egy kicsit. Megigazítjuk. Hát így néz ki. Hammerhead első változat, és akkor lesz még egy másik változatunk, egy kiinduló helyzetünk. Ebben az esetben nem hajtom, csak így hagyom. És ezt meghagytam így. Szóval ugyanúgy behajtom, másik oldalt is ütközésű. És ezt is behajtom. Lehajtom. Ugye itt most le tudjuk ezt hajtani, de nem egészen olyan lesz, mint a másiknak az orra, de hasonló. Jobban lehajtjuk, ha sikerül. Ez az aljáig. Sokkal hamarabb meg szoktam ezt csinálni. Egyszerűen kamerába egy kicsit sete. Mert ugye az a lényeg, hogy most másik irányba hajtottuk, ezért is lesz egy kicsit másabb az orrkiképzés, mert csak így ilyen módon tudjuk megcsinálni.
illetve emiatt lesz ez a más jellegű formája. Ugye itt ezt meg fogjuk tudni majd emelni. És készen is van. Ha mehet, 1 és 2. Köszönöm a figyelmet!